Sziasztok, Tibi vagyok. Ma egy csirisbabot fogunk készíteni cserépedényben. A hozzávalói a következőek. Fél kiló szárazbab, amit előző este beáztattunk. 2 kiló sertéslapocka. 30 deka füstölt porc vagy császárvég. 3 darab paradicsom és 5-6 darab paprika. 6-7 darab közepes vöröshagyma. 5 deka szárított erdei gomba. 3 gereszt fokhagyma és ízlés szerint cseresznye paprika 1 vagy 2 bele. 2 csapot evőkanál só. 1 csapot evőkanál bors. 1 csapot evőkanál majoranna, 1 csapot evőkanál őrölt kömény, 2 csapot evőkanál őrölt paprika. Az elkészítéssel következő, a vöröshagymákat szépen felkockázzuk. Ezután 2 deci olajat vagy zsírt teszünk a cserépedénybe. És feltesszük a tűzre melegedni. És beletesszük a vöröshagymát. Amíg a hagymák díszelődik, addig a húst kétszer-kétszer is kockákra vágjuk. A dízelt hagymára ráöntjük a kockázott húst. Elkeverjük. Belerakjuk a császárhúst. És meghintjük a fűszerekkel. Só, bors, majoranna és a fűszer kömény. Összekeverjük és hagyjuk egy fél órát, hadd érjenek össze az ízek benne. Amíg ez készül, addig a paprikát, paradicsomot fel tudjuk szelni. És a fokhagymát is. Hozzáteszük az ételhez. Kettő erős paprikát is, a piros paprikát és az általam szedett vargányát, szárított vargányát. Ezt egy kicsit össze is lehet törni még kézzel. Elöntjük vízzel, amíg el nem lepi a húsunkat, meg a bentlévőket. Összekeverjük és igazából hagyjuk a hat főjön össze. Sűrűn nem kell kevergetni, épp csak annyit, hogy
ne égjen le. Habár ebben nem nagyon szokott. Amikor fölmelegedett, beleöntjük a legvégén a babot is. Kicsit megkeverjük. És esetlegesen még ha bármi fűszerezést igényel, akkor azt még hozzátesszük kóstolás után. A főzéshez szükségünk van még 2 deci vörös borra is. 2,5-3 óra főzés után szépen elkészült a csilisbabunk, amiből az ízek nagyon szépen összeértek, a vörösbor is használt. Jó étvágyat, gyarapodjunk mindahányan, várjátok a következő receptünket is. Igen, mert ott van a kamilyen. Meg hát ez olyan mély ez a pat, hogy innen már ők nem jönnek el a rosszra. Hát ha két, hogy jobban jársz, ha átűszod ahol. Jóban, kibaszom a vivágyét, akkor majd nem mutat. Hát de nem egyszerű volna átülni erre az oldalra? Te mi a posztnak megy át? Hát azért, mert zárókat meg valamit kell csinálni. Hogy tehető, azt nézzál,